Sziasztok, nagyon szép napot köszöntelek benneteket. Lassan záróra ez utolsó masinánk, amit most meg fogunk nézni. Ez egy Mitsubishi Lancer. Itt hoztam magammal a műszaki adatlapját. Ajajaj, már fúj a szél is. Innen nézzük, azt mondja, hogy 13.4.24-i és egy gazdás különben egy hölgyé vagy, 82-es születésű, megnézegettem. 1.6-os motor van benne, 117 lóerő. Ez nagyon szépen megy, különben kipróbálj, Euro 5-ös ez a benzinmotor, és friss műszak is még hozzá, 26.5.16-i leteszem, elviszi a szél. Nézzük meg a gépet kívülre, ez egy ezüst metál ötajtós darab, ami gyári alufelnivel van szerelve. Jó állapotú gumit fogtok majd találni ezen a gumikon, Dunlop, ahogy látom, és vadonatúj féktárcsa fékbetét van a felnik mögött. Ez most műszaki vizsgára került rá, friss műszakival kapjátok meg, tehát 2 év műszak is, ugye láttátok az adatlapon. Normális tiszta lámpái vannak, a szélvédőnk is teljesen rendben van, nincsen rajta sérülés, és akkor nézzük meg a motor teret. Vadi új az aksia, sajnos azt is ki kellett cserélnünk, ezzel ti jól jártok, hiszen teljesen originál az autóban lévő akkumulátor. Tehát a motorunk ugye 1.6 benzin, 117 lóerő, megy a ventilátor, mert hogy ugye bekapcsoltam ugye a klímáját a gépnek, amit gondoltam, majd meg is fogom mérni, hogy lássátok, hogy hideg levegőt fúj, kőkemény hideg levegőt lehet fagyasztót majd üzemeltetni itt az utastérben, de vigyázzatok majd vele, tényleg nagyon hideg. Megvan a burkolat benne, ugye nyers nem ette meg, amit nálunk szokott sétálgatni néha, de viszont nagyon rendes, mert eléggé szelektál, és a szép autóinkat nem eszi meg, csak a nem szépeket eszi meg. Na nézzük meg a csomagterét. Ugye 5 ajtós, tehát nagyon sok minden bele fog férni nektek. A járgányunknak az utas terébe ugye be lehet csukni ugye ezeket az üléseket, szerintem valami ilyesmi mozdulattal ez megoldható, így nem kell nagyon előre mennünk se, hogy megigazítsuk, mert teljes sík felületté lehet alakítani, tehát nagyon nagy hely van benne. Aztán van egy ilyen dupla fenekű ez a tárló rész itt, mert ha alá nézünk, akkor még mindig lesz itt valami, még hozzá pótkerék, megvan hozzá az összes tartozék, és ugye ez egy originál szerintem ez a kerék. Nagyon szép, tényleg nagyon szép tiszta a kocsi. Abszolút kellemes. Na nézzük meg az utasteret, és majd megyünk is vele természetesen, ahogy minden esetben ugye szoktunk. Tehát visszahajtjuk. Egy mozdulat. És még egy mozdulattal. Viszont van egy örömhírem, középső könyöktám, azt én nagyon szeretem, ha négyen mentek benne, vagy mennek benne, akkor nagyon jó, kényelmes pozíció, így hogyha egy ilyen kis foteles ülésbe ülünk. 4 elektromos ablak, függöny légzsák, elő légzsák, oldal légzsák, ez biztos már. És ha minden igaz, ide legugolunk, akkor itt találunk még egy légzsákot, tehát ugye az autóban tér légzsák is van. Minden működik benne. Így, fölhúztuk mindegyiket. Szép az ülése, nézzétek, nincs kiülve. Bőr kormányunk van, a zene az üvölt benne, ezt lejjebb ettem, és tényleg nagyon hideg klímája van, rögtön megmérem és ki is fogom nektek kapcsolni. Láttátok, hogy ugye működik, ott elő hallani ugye megy a ventilátor, és nagyon hideg levegőt csinál ez a kis masin. Itt meg tudjátok nézni, hogy kellemes, jó levegő jön ki belőle. Én ezt ki is kapcsoltam, nekem ez nem kell ígyni. A rádió jól szól, ezt hallottátok, ugye klímát megnéztük, ugye CD-s ez, 5-ös váltó, méghozzá bőrbevonattal készült, kéziféket kiengedtük, van itt pohár tartunk még, és itt pedig egy könyöktámasz felhajtható tárlórekesszel. Na jó, ezt megnéztük, ezt félretesszük, azt mondja, hogy van nálunk itt egy szervizkönyv, amit 2020-ig vezettek, 9629 km volt akkor benne. Mitsubishibe hordták ugye ezt a gépet, a nyomát majd ugye meg tudjátok találni majd ugye a márka szervizekben, ugye ennek meg kell, hogy legyen, és mint látjátok, egy barbaráé volt, tehát egy hölgyé volt ez a járgány íme. A színkód is ott van, silver is ott rajta, kód szerintem Sportback 1.6 Invite, ő ez az autó, és az alvás számát itt tudjátok meglesni. Ugye az van az adatlapon is, meg itt is, és az autón is ezt fogjátok ugye
találni. Na nézzük akkor még, mi van itt nekem, amit meg tudunk nézni. Azt mondja a gyári könyvecskéje, tálórekeszbe íme. Így. Megvan a két eredeti gyári kulcsunk, nincs szétnyomkodva, szép állapotban van, rajta van a kis Mitsubishi jel, úgy ahogy itt előttünk is, 142.949 kilométert futott a gép. Így, nézzük meg, hogy mi van itt. Jó, fogja a csatornákat is. Az oszlop állítható. Ezt kell lenyitnunk. Leföl állíthatós. 26 fok van kint különben, és az info gombot nyomkodván meg tudjuk nézegetni. Például belőttem ide, hogy 90 kilométerünk van még vissza. Ugye azzal az üzemanyaggal, amit ott még benne találunk a gépbe. Egy vonalka van ott még. Rugalmas. Rálépünk a gázra, akkor szépen megy a kocsi. Bekapcsoljuk a háttérfényeket, ilyen kis piros. De így jobban látjátok, hogy itt mutat, mert akkor elhomályodik egy kicsit. Kormányról is lehet vezérelni a zenét. Stabil a futómű. Minden működik benne, minden úgy működik, ahogy legyártották, teszi a dolgát, van benne ABS, van benne menet stabilizátor, és a négy elektromos ablak tükörrel, azt is kipróbáltuk. Kicsit gyorsítok egyet, és közben meg is érkeztünk, egy ilyen kis rövid kanyar volt ez, amit tudtam nektek mutatni, nem tudok messzebbre menni vele. És, de ha jöttök, akkor természetesen van rá lehetőség, tudunk menni, nyugodtan hozzatok magatokkal szakit, bátran laptopot, bármit, amit szeretnétek, meg lehet nézegetni, alá lehet feküdni, minden adott, hogy eldöntsétek, hogy ez nektek tetszene, vagy nem. Mindenféleképpen köszönöm, hogyha egy ilyen kis jelet megnyomtok a videó végére, iratkozzatok fel a csatornánkra, gyertek el hozzánk ide a kereskedésbe, tudjátok, hol vagyunk, ugye Budapesten, a 15. kerületben, a Szent Mihály út 90 számban. Ide kéne benéznetek, és aztán körül tudtak majd nézni itt mindenképpen. Köszönöm, hogy itt voltatok a viszontlátásra, legyetek jók, szép napot mindenkinek!